Jó reggelt, Vietnám üdv a csatornán, sziasztok gyerekek! Hiperjelentkezik a következő Seven Days to Die videóval! Ejhaj, egy csomó mindent kéne csinálni, és ma megint itt vagyunk. Itt olyan volt, mint hogyha... Ja, van törve állva, mondom, miért mozgunk ilyen rohadt lassan? Ja, egyébként írtátok egy csomó... Milyen fényhatás, hogy van? Ja, írtátok egy csomó, hogy még van a sorozatnak? Mi történt, Keeper? Nem, nyugi. Csak Keepernek annyi dolga van, hogy ez hihetetlen dolog. Komolyan, gyerekek. Igen, a mai részben azt tervezem, hogy reggel instant elmegyünk, szerzünk egy kis olyan dolgot, aminek az a neve, hogy mechanikus. Alkatrész. Meg esetleg kiverünk egy-két dolgot is. Na, jó, de jó néz ki, de jó néz ki, de jó néz ki, de jó néz ki a bázisom. Na, újra gondolva van a tervre, mármint így nem újra gondolva van, hanem így gondolkoztam a tervre, hogy igazából mit kell csinálni. És arra jutottam, akkor ugye az lesz, hogy igen, oda fogunk menni valahol a város környékére, majd akkor mechanikusért, most megyünk abba a városba. Figyelem, Gyula, ide kell egy csapóajtó, ami ugye tudjátok, az a felhúzható. Amilyen magas lesz a csapóajtó, olyan magas lesz gyakorlatilag a fal. A fal az el fog húzódni egész a följáron túlig, és akkor itt végig körbe minden, és lesz egy ilyen csapdarendszer, amiben belevennek majd a zombik. Körülbelül erre gondoltam, hogy így kéne megcsinálni. Ezt meg akkor gyorsan végig szánthatom, ezt ha gondoljátok. Meg kellene majd követ bányászkodnom, mert akkor jó lenne nekem az, hogy tudnék. Tudjátok, hogy mit csinálni? Ugye még jobban falat építeni, mert ugye már megint kőből van rohadt kevés, és megint este van, kikinyugalomba. Jó hosszú részre számíthattok tőlem, mert ugye előző rész az elég rövid volt, és ígértem, hogy akkor ez most egy kicsit hosszabb lesz. Remélem, hogy azért így el fogtok viselni engem. Ja, jó lesz ez. Ott valami van egyébként itt a levegőben. Van valami levezindíjér, nem? Ami zombiból megmaradt maradvány akar lenni szerintem. Ja, akkor ezt így meg is... Mi is fogyott az agyagom? Ne szórakozzá. Előleg van még ott benne agyagom, ugye? Ja, jó lesz ez itt. Igazából itt is akkor kell majd valószínűleg egy ilyen... Hát érdekes lesz dombra húzni ilyen... Minek nevezik azt? Várjátok, nézzük már meg, hogy állunk, mert már megőrülök attól. 6 perc múlva nem lesz eltörve a lábam, gyerekek. Úgyhogy figyelni kell majd, nehogy motoros balesetben elhunjak. És akkor úgy jó lesz nekem szerintem. Kajám az már megint, elvileg van most kajám, ugye? Ben van a izébe. A frigóba, a sütőbe, sütjük a kaját. Jó, eszünk. Eszünk, iszünk minden, és akkor most majd lesz majd egy kicsit üzünk. Lehetőségünk nem megdögleni. Egyébként már 122 a max HP-nk, ugye? Azt láttátok, ugye? Remélem, hogy észrevettétek, hogy a Keeper az már nagyon régóta nem halt meg. Ez is halt. Na, ja, nem túl sok agyagunk van, úgyhogy egy csomó minden alapanyagot kéne gyűjteni. A következő rész az valószínű, vagyis az a rész az valószínű arra fog szólni. Hát még egy kicsit kint tevékenykedek, azt utána valószínűleg le fogok menni akkor a bányába dolgozni. Ugye fúrjuk az alagutat, mert akkor az azért lesz jó nekünk, mert lesz kövünk. Ugye ezt megpróbálom így kivitelezni. Aztán akkor holnap meg reggel van egyből 4 órakor indulunk neki a városnak. Motorra elé gyerekek, jó? Ha nem problém. Ezt itt akkor már lebepronozom, hogy jól nézzen ki. Itt az aszfalt minden frankon néz ki, jó, egy ilyen sarkot majd berakok. Itt ezt ki tudunk ugratni, érdekes mi. Jó, gyerekek, dolgozni kell. Holnap reggel 6-4 órakor itt meg neki csapatjuk. Tízig szerintem itt kint tevékenykedek esetleg. Nem akarok addig nekiállni ennek a nyüves izének, tudjátok, a csapdának. Vagy az, mi az, ami így le a földre tudod, na. Annak nem akarok nekiállni, mert az lesz a probléma vele. Hát mennyi köven van? 32 kő, hát ezzel nem megyünk a búcsúba. Ja, nem akarok addig nekiállni. Amíg nem lesz meg a csapóajtó, mert nem tudom, a csapóajtó az gyakorlatilag az hogy. Hogy mekkora, meg ilyesmi, azt igazán fölösleges lenne akkor. Ja, itt igen, azt meg ott ki kell még válnom, ja, arról bebeszéltünk. Majd az igen, az már fényerő. Jó van, ezt kapcsoljuk ki, ezt majd éjszaka használjuk, mert nem látok-e kettőig, megvakulok. Epilepsia roham. Na, a 71 és az építőipari szerszámok skilleme. Jó lesz az úr, mi? Gyerekek, itt nem is tudom már, minek nevezzem ezt a bázist. Az a durva cheat nélkül, az egész kellemesen el vagyunk.
mert tényleg ilyen, ilyen komplexumot építek ki. Nőnek a növényeim? Hol nőnek a lyukkák? Oda nézzetek. És ez? Ez is szerintem, ó, de nagyon megnőttek-e, Moré? Várjátok, ezek még ugye nem nőttek meg, három blokk magassa. Majd le tudom szedni, és akkor újra tudom ültetni. Szerintem majd lehet, hogy reggel környékén már meg is fog nőni. Vagyis holnap már biztos, és akkor újra ültetem őket. Egyelőre még nem használom fel, hanem legyen tele az egész különböző képződményekkel. Egyébként nincs arra, mint egy kicsit most FPS dropom lenne. Lefogyott jól van, nem baj. Akkor lássuk egy kicsit. Ezt ugye itt el kellene tüntetnem, de végül is itt már... Ja, még azt el. Ezt ki kellene lásnom. Ugye itt legyen a... Föl ez falazva, ugye oda rengeteg kűiköl. Meg hát a falnak is kell rengeteg kül, magának ugye körbe akarom gyakorlatilag védeni magam. Ezt megcsinálom először majd izékőből, tudod, ebből a térkőblokkból. Ezt utána fogok... Jó, de szerintem így nagyjából meg is vagyunk, ugye? Aha. Utána fogok, a térkőblokk után fogom megcsinálni azt, hogy ezt felupgrade-elem betonnál, mert ezt ugye ezt elég gyorsan tudom így létrehozni. Szóval szerintem az szuper lesz nekünk. Jó, ez, na, hát ez egy király lesz. Majd ezt kivilágítjuk az egészet, lesz egy ilyen kis udvarunk, ide ki tudok jönni, akkor már éjszaka is, meg minden. Már csak pár perc, és akkor elvileg... Oly. Két perc, és akkor nem lesz törve a lábam. Kirakódok meg minden kirakodó vására, azt megyek le szerintem, akkor csákányozom a követ, mert köl mint rengeteg. Bezárkózzunk Frankon, éjszaka talán nem fognak minket zaklatni. Ezt menjünk gyerekek le. Az ajtó ugye gyorsan csukorú azért van. Itt is be van zárva? Ha, be van minden zárva. Hát ezt is be kéne fejezni, ugye? Hát, hogy ki vagyunk képülve már a gyerekek? Már csomó ajtó, minden fele, minden jó dolog. Jó. Kirakodom követ mindent, hogy legyen helyünk. Bár igazából ezt így. Ide rakom ezt is, meg ide rakom ezt is, hogy legyen egyelőre. Fa. És azt is most egyelőre ide, jó. Szelves. Chound. Mászon darab. Ah, amit minden, mind a bucsúban nézzétek már. Volt itt aloe verám is. De durva. Jó. Romlott hús kajához berakom, és akkor együk meg, vagy izéljük meg, lakjunk jól. Várj, romlott hús ugye a Berman a betonkeverőben, mondom, hova tűnt. Lakjunk jól, ilyenk is legyen. És figyelj, miért ilyen rohadt gyorsan izél egyébként? Azt nem értem. Rá kell rakni, hogy ne menjen ilyen gyorsan le a HP-m, nem? Nézzünk, keszünk, megyünk le gyerekek bányászkodni, úgyhogy ne haragudjatok, de most egy kis kűbányászat az meg fog ugrani. A 124-es a izém a max HP-m, ami nagyon jó, nem? Ugye már volt, hogy 74-re is lement. Jó, csapatom le. Várjátok föl, milyen szituáció? Nincs itt van ajtó vagy ilyesmi? Nagyon régen voltam itt fent a toronynál. Ezt majd egy kicsit reparálnom kell. Nehogy nagyon elhanyagoljam. Látod már azért a betonblokkot is majdnem leverték. Ja, hát ezt majd egy kicsit még ugye acéllal fel kell húznom ezeket a üzeiket, ezeket a blokkokat. Ezt nekem fasza lesz. Jó van gyerekek, úgy látom, hogy itt föl nincs semmi gond. Viszont ezt a csapóajtót azért tartjuk zárva, mert ott fönn esetleg akármicsoda, nem tudom, bejut, akkor baj van. Ezt most megyünk le akkor a legaljára. Hát igen, ide jó lenne egy lift. Írtátok, hogy mert csináljam meg, ugye van egy ilyen trükk a játékban, hogyha izéket, csapóhajtókat raksz egymásról lejje. Azt hiszem, akkor igen, akkor hogyha az alsóból belállsz és becsukor, akkor így föltul a legtetejére. Ilyen gyakorlatilag instant. Bazza gyerekek, ez a nem egyszerű, hallod? Ez a nem egyszerű. Mindjárt, na, ma nincs eltörve a lábam. Hát akkor miért ilyen lassan fut? Ja, most már gyorsan fut, ez a gyors futás. Gyerekek, ez a durva. Ez a metró alagút, amit ide vajtam én. Hát mennyit kell, figyelj mennyit kell jönni. Te ez tényleg 3-as metró, hallod, vagy 4-es metró, vagy mit tudom, hányas. Oda nézzél, bazeg.
Elfáradok, mire ide érek. Te Jézus Mária. Innen idáig már ástam. De durva. Jó, akkor adjuk neki szerintem az érzést. Szoszori gyerekek, de ez muszáj. Legalább lesz egy csomó vasam is. És csapom neki, jó? Ha gondoljátok, hát mennyi ideig fogom csapni? Hát, de ez nagyon sokáig fog tartani. Na várjál, akkor nem, beszéljük meg, hogy mondjuk 20 óra 42, 24 óráig, jó? Fogom csapni, utána akkor megyünk ki, egy kicsit építkezünk, itt tovább, oké? Okay? Egy 24 óráig esetleg, hogyha gondoltok, akkor pörgessetek bele. Aztán akkor megyek ki innen, jó? Hogyha ti ezt nem akarjátok végignézni, ezt így volt megbeszélve régebben is, tudjátok. Nem lesz gameplay-en kívül, hanem annyi, hogy game, akkor át tudod lépni frankon. Igazából pofázni fogok egész végig valószínűleg, úgyhogy gondolod, maradjál itt. Ja, hú. Most egy kicsit lemaradtam ezekkel a részekkel. Nagyon sok dolgom volt. De, ja, tegnap például, kár, hogy nem csináltam róla videót, Unimoggal, Mercedes Unimoggal hoztunk fát nekem. Téli tüzelő egy csomó, ilyen, na, hát igazából egy Unimogra nem sok fér, arra gondolsz, ugye, de ez egy ilyen gyakorlatilag hermetikusan összerakott pallóvégek. Ez most mi? Homokkő volt? És az gyakorlatilag négy ilyen marha nagy raklap fölfért, és nekem az egy téli tüzelőnek így gyakorlatilag elég. Úgyhogy azt kellett beraknom tegnap, el nem hiszitek. Elmentem reggel dolgozni. Háromkor végeztem. Fölrakta Targonc ott, ahol dolgozok, onnan vettem ezt a fát. Fölrakta izét az Unimogra. Itt bejött, leburította, és akkor én azt bepakoltam 4 órától, délután 4-től este 10-ig, megállás nélkül, 3 sör társaságában, meg valami 4 kávé társaságában bepakoltam, de ugye ez nem úgy, hogy most én ezt beszórom, hanem így ilyen, nem hermetikusan, hanem ilyen teljesen így egymásnak rakosgatva bepakoltam, ami tényleg nem 2 perc alatt történt meg. Ja, mennyi? Egy 6 órán keresztül pakolgattam. Nagyon szeretem azt a jellegű fát. Egyébként van erdőnk. Ugye itt a falu mindenkinek van erdője. De van erdőnk, de nem vágom ki. Akácerdőnk van egyébként. Az tudom a legjobb, meg minden. De hadd nőjön, igazából olcsón hozzájutok ilyen fanyaghoz, az jó nekem. Nincsen vele semmi problémám egyébként. Ja, és én ilyen kandallóba fűtök. Aztán így a lakás központi helyén foglaltatik el a kandalló, és akkor azzal fűtöm ki az egészet. És nagyon jó, mert ugye behozom, mit tudom én, egy ilyen ládába, és akkor azt szépen tudom rakosgatni, nem kell vágni, nagyon ugye szállított anyag, nagyon jó ég, egyből begyullad, nem füstöl, hát ez egy ilyen nagyon kis kellemes. Nem is túl vékony, érted, úgyhogy ez... egy ilyen, mit tudom, 50-es, 60-as pallóknak a vége, ami elég nagy darabok, ezt azzal fűtök. Tényleg nagyon kellemes. És olcsó értek most. És de elmegyek az erdőre, kidöntök, mit tudom én, egy 5 köbméterre való fát, akkor ugye ott azért jó lenne, hogyha van egy segítség, akkor hívok valakit, akkor azt, mit tudom én, kaját adok neki, piát adok neki, kifizetem. Mondjuk, mit akartam, szólok egy fuvarosnak, azt felrakjuk ott, hazahozza, lerakjuk, kifizetem, utána felkuglizom, nyers akác, ugye, felkuglizom az éves stillel, hát az egy nem egy kellemes munka, 39-es stillem van, nem olyan túl nagy az, de azért elég nehéz egész nap idejönni kuglira vágni vele a fát. Egyébként nem szoktam szarozni, föl szoktam állni depótetejére, aztán így nyomom bele végig, aztán úgy szoktam kuglizni, úgyhogy nem a tökölős módszerrel csapatom. Na mindegy, hogyha azt ugye megcsinálom, akkor utána még fel is kell fejszézni, és akkor utána be kell rakni. Ez az egész folyamat, egy az, hogy munkába az, hát ez 10-szer annyi, meg még ráadásul, majdnehogy nem, ugyanoda jutok üzemanyag témába, akkor a fuvaros kifizetése, akkor a mit tudom, a láncot kell venni, akkor a láncolajat kell venni, akkor a
minden szar, amíg végzek ezzel az egész folyamattal, ugyanott vagyok, mint hogy megvenném azt a mennyiségű anyagot, de és akkor mégse az van, hogy ez tök jó, érted, nem? Meg akkor nem tűnik, meg figyelj, most azt behozom azt a fát, kivágom azt az 5 köbméternyi fát az erdőről, akkor az izé, ez elveszik gyakorlatilag, de viszont, hogyha az nem vágom ki, akkor az ott marad, és ez még nagyobb lesz 2 év múlva, vagy akárhány év múlva. Tehát az nem fog elveszni nekem. Egyébként most ilyen izé van, ilyen csinálják ezt, lehet, hogy még egész országban is hallani erről a dologról, hogy Zalában most csinálnak egy ilyen okos autóknak, okos utat egyébként, egy ilyen új utat építenek, Zalaegerszegtől, nem is tudom, meddig, valameddig, Balaton mellé valahova. Ez egy olyan út lesz, hogy ez egy ilyen hiper-szuper fejlett, és az amellett, hogy ez ilyen okos autóknak tervezett út, hogy önvezető autóknak van tervezve, meg még az útban is vannak ilyen mit tudom, érzékelők, meg minden lótúra, ilyen nagyon high-tech útszakasz lesz. Na, az úgy lesz, hogy Zalaegerszegtől indul, és itt megy el a falutól, cirka az utolsó ház mellett. Itt fog elmenni egy ilyen gyorsforgalmi út. Na, az azt jelenti, hogy valószínűleg több földterületem is, földterületünk, mert van, hogy a bátyám is, ő beleesik. És lehet, hogy ugye beleesnek azok az erdők, vannak olyan szántók és ilyen vetések, ilyen szántók gyakorlatilag, amik ugye ki vannak adva bérbe, na azok is valószínűleg bele fognak esni ebbe a projektbe. Úgyhogy és nem tudom, hogy lesz, de kisajátítások vannak ilyenkor, ugye? Az úgy működik, hogy nincs opelláta, a terület az gyakorlatilag az állam magáévá teszi, viszont kifizet. És nem rosszul fizet ki. A kifizetés az azt jelenti, hogy tényleg nem rosszul, mert mint olyanokat is kifizet, ugye, hogyha a szántót x évig amennyit termeltél volna a gabonát, még azt is előre, ugye, amit elveszítettél volna, akkor az erdőnél ugye, azt ott is izéket fizeti az erdőnek, ugye, hogy a kárt is, mindent, úgyhogy elég jó. És még nem tudom, hogy mennyi esik bele, meg mennyi nem, elég jó pár területünk van ilyen, szóval most így azt se tudom, hogy mi lesz azokkal az erdővel, semmi. Hát igazából jó, most akkor mondhatnád, akkor érdemes letermelni, de tényleg nem tudom, hogy most hány, mennyi lesz abból. Melyik lesz, melyik nem lesz. Melyik esik bele. Idén kezdik elvileg ezt a projektet, most már leraktak, mint tudom én milyen alapkövet Zalaegerszegen. Úgyhogy idén össze elvileg majd túrják, fújják az egészet. Hát nagyon paráznak tőle itt a faluban, mert ugye hát itt fog elmenni közvetlenül a falu mellett. Hát igen, valószínűleg, hogy valamennyire az zajártalom azért lesz. Ugye ez nem egy autópálya, ez egy gyorsforgalmi út lesz. Nem tudom, azt hiszem, hogy kétszer-két sáv, vagy nem tudom, hogy lesz. Na mindegy. Majd, hogyha lesz ilyen, akkor úgyis csinálok róla a blog videót. Úgyhogy látjátok, hogy nem párad már a karakterem, annyira imádom. Na szerünk egy csomó követ, mi? Meg haladunk legalább, bár ebbe a izébe, ebbe nem annyira halad. Ebbe a kőszikla, abba kőszikla. Ide kéne egy motor vaza ide összerakni, mert amire végére. Anyád. Már rendesen félek ebbe az alagútba. Jön az alien. Hú, gyerekek, figyelj, idáig eljutottunk. Hát a várostól, hát már, nézzük meg így. Itt meg most az újabban mélem, hát egy harmada körülbelül megvan. Na, 23.48, ugye mondtuk, hogy kb. Ennyi, mit csinált, nem ezt kell megnyomni. Taborke, inventory-t nyomtam, hülye vagy keeper. Na várjál, ebből kérem macskakör, nem? Hányat tudsz csinálni, egyet sem? Ja, mert nincs anyagó! Jó, anyagunk sincs. Na, azért agyagért nem menni most így. Ez elég necces lesz. Kicsi hangerőt adok.
Igen, írtátok, hogy csüstöreg néha a mikrofon, nem tudom mitől van. Lehet, hogy itt hoztam egy ilyen új hangszórót, jó csedvazar. Nehogy az zavarjon be valami, mert szerintem valami érzékelési problémái vannak, az nehogy akkor, amikor így mit tudom, majd mozgatok itt. Hát remélem, hogy nem a mikrofonom szarik be, elég jó, mert az a biztos a membrán már totál kimar. Ha az ilyen membrános, nem tudom, hogy működnétek. Atlétika képességem is már hála nincs. Gyerekek, mennyit kell gyalogolni te, úristen? 0 óra, el kéne menni agyagér, mi? Hát ez még megint jó lesz, na. Van nálam a cél, mert igazából ezeket a szerszámokat fogom, azt megjavítom. Nem akarok újra gyártani. Figyelj, de fejsze így van. Kipőr, ne szórakozz. Na. Hát jó, ide jó lenne egy motoi. Megépítem itt a 4-es metrót, amire itt ezzel végzek. Ez a... De jó, mert egy bányám akkor valami hasznot hoz. Ugye van egy bányám, ami gyakorlatilag utána alagútként is funkcionálhat. Mi olyan, mint akarnál olyan? Na. Mert melyikben van vas? Iron. Van. Aha, abban van. Akkor ide már csináljuk ma. Várja, fa. Jó sok fa van, na. Fát is kell vágni. Azt a betyáró isteni. Tényleg ennyi fá van? Hülye vagy? Nem raktam valahol el? Szerintem nem. Ez marha jó, várj, ebbe sincs. Én mindig hagyom kiégni őket. Mindegy, akkor... Stone, ebben van egy csomó stone, úgyhogy... Ebben meg iron, akkor ebbe menjen be az iron megint. Indulj el! Egy jó skacok. Kimegyünk akkor, ezt nem tudom berakni, hogy ide van. De az is elég jó van akkor. Na, kéne agyagot szerezni. Hát nem tudom mennyire merjek kimenni, de hát... Majd géppisztolja lövöm az agyag lelőhelyet. Aki nem messze van, meg is jelölöm. Oda nézzé! Tök jó néz ki az objektum. Itt van a izé, ott a torony, csak ugye föld fölötti objektumokat mutatja, aha. Itt van ez az udvar, itt van a kijárat. Ott van a izé, ott van a rampa. És mekkora hatalmas lett az üvegházam, tök jó. Na, az agyagot akartam egyébként megjelölni, az valahol itt én elkezdtem ásni, és hogy oda el kéne menni. Na jó, hát ez fasza lesz. Hoppa. Meg itt van agyag. Még szerintem messzebb lévő agyaglelőhelyre mentem. Az meg, de megjettem, te hülye. Azt a betyár, ti is megjettetek? Hol van az agyaglelőhelyem? Nekem volt agyaglelőhelyem, nem? Ha mindegy, akkor alsunk itt. Be fogok szarni. Valami rám fut. Tudom, gondolkoztam, szerintem lehet, hogy az éjjel látó abba jobb. Hogy az nem. Nem maga is ez nekünk gyerekek, várjon. Szerintem az éjjel látó lehet abba jobb, hogy nem veszik észre ezek. Zombik. Nem lehet az? Olyan gyorsan tud ásni, hogy ezt imádom benne.
Ja, úgyhogy kíváncsi leszik erre az építkezésre. Hát ez teljesen, a mi falunk az majd, hogy nem zsákfalú. Nagyon kevesen laknak, ugye? Szerintem, hogyha az építkezés beindul, az nagyon sokat módosít itt a dolgokon. Meg főleg az a durva, hogy ugye vannak itt ilyen szőlőhegyek, itt szőlészkedéssel foglalkoznak, borászkodással. És valószínű, hogy azon keresztül fog átmenni az út, hogy ezt hogy oldják meg gyerekek. Ugye pont nagyon sok embernek az a kikapcsolódás, az egy ilyen kis feeling, hogy ugye teljesen elzárva ott a világtól, teljes nyugodt környezetben, nagy csendben és jó levegőn ott tud kikapcsolódni, hát az most úgy el fog veszni. Jó, úgy néz ki. Nem tudom, mi lesz belőle, az egészből. Jó, azt lassan ezt itt kiegyenesítem, szerintem elég is lesz ez a vajon mennyiség. Nem, úgy is porázok. Ilyeneket csinálok, azt itt majd mindig leesek-e töröm a lábam. Igen, vagy? Nem, ahogy azt mondja, itt volt az agyag. Azt meg komolyabb mondom, te ezt a gépet, te egy akkora szerencsétlen hülye vagy. Na, vagy ez mint a régebben messzebb világított volna, vagy nem tudom. Még jó, hogy látni ezeket a kivilágított objekteket, és se tudnám hova kell menni. Beszartam, na! Megjettem. Azt nem mondjátok ti nem. Én is, na. Jó, akkor nézzük, mennyi ízünk van, agyagunk van, van. Bú, a 3000, jó. Macska kőből tudnánk csinálni 3800-at, akkor nem csinálunk, csinálunk egy 500 darabot. Így kazdísnek. Ezt is csinálunk egy 8000 évig. És akkor közben tudnék ott upgrade-elni kint, meg várjál, van izém. Én ezt akartam már ezelőtt is. Ja, írtátok, hogy csináljak már izét, rendes kést, normálisat, és az jobban ki tudom szedni, úgyhogy ezt fogok csinálni. Ígérem, ígéret, szép szó. Ja, ide akartam ezt hozni. Akkor már legyen végig, mert így jobban néz ki, nem? Majd csinálok is. Jó, hát ez frankó lesz egyébként. Az is jó lesz már nekem, megmondom őszintén, hogyha ez az első. Az első rész kész lesz, mert akkor annyira nem érzem magam nem biztonságban. Sajnálom, ilyen fényár van most, mert reggel megyünk ám mechanikus szerezni. Majd kell egy olyan zombivárot csinálnom, ahol tudom lootolni a zombikat és szétütni, mert kellene rengeteg rothadt hús. Ó, már hajnalodik is, megy az idő. Hogy szétlőttem minden, nem is tudom bazen milyen játékra emlékeztet ez. Mint valami időben játszottam volna valami Call of Duty-vel. óra 25, mindjárt megyünk, ezt megcsinálom gyerekek. Ezt húzunk, jó?
Zúzzunk az éjszakába. Én meg pár haver. A kalapácsom megy, tönkre megy. Az a srácok, szerintem ez egy faszom. Még ezt csinálod, de csinálod, de csinálod, de... Közben térkőblokk hadd menjen, bokör mindig. Készít, aztán akkor mehetünk is motorozni szerintem. 3.39 van. Itt lehet, hogy itt lehet, hogy megcsinálom azt, hogy itt egy fal lesz. Mondjuk egy, itt a kijárat, ha itt a kijáraton kívül, egész addig. És akkor itt se tudnak bejönni, és akkor már hogy azért korlátozva vannak, hogy merre tudnak mozogni, nem az van, hogy ráugrálnak a fejemre erre arra. Akkor mondjuk az is jó lenne, hogy itt végig lenne egy fal, és hogyha mondjuk addig, és ha jönnek, 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 akkor át kell menniük a tüskéken. Mondom, megkerülik, vagy ütik a falat, nem tudom. Hát hiszen az se baj, hogy ütik, várják. Ezt meg lehet javítani falva, de nem nagyon akar. Jaj, mindegy, ki van tűrve az ablak. Hát ez a design, gyerekek. Design. Azt nézem, hogy ennek az éjjel látod, hogy miért el van, gyerekek? Ezt nem tudom. Jó, szerintem akkor csapjuk neki. Megyünk városba. Majd mennyi nyilam van, vagy izé, vagy mit tudom én. 14. Csináljunk. Jó ez a... Egyelőre nekem szerintem a vas, vagy a sima nyílössző is. Megyünk ám. Ahogy megbeszéltük, Stone, izé, várja, szerves. Csinálok egy 250 darab ilyet, hadd menjen. Ja, nem baj, amíg odaérünk, addig megcsináljuk. Viszont ki kéne pakolnom, ha már egyszer, ugye? Nem megyünk. Úgyhogy Stone-t ezt kirakjuk. Azaz. Jó. Ez úgyis készül, úgyhogy akkor hadd jöjjön. Kaja. Ez marad, ez ide is rakom. A csontot ide rakom. A pólya marad, homok kirak, és akkor mehetünk. Stone, tudom, az nem ide kellett volna, de most tényleg megpróbálok sietni. Nem is látsz. Oké, iron, ott itt ironom. Ezt is kirakom. Jó van, gyerekek, egyelőre akkor így fogunk menni. És akkor nyílvessző kell. Ja. Ha a követ kiraktad, kipőd, hülye ne legyél. Ja, meg farm nincsen, hogy rohagy meg. Pontosabb! Oké. Maradékot visszarakom. És az a ki is fog égni, és van benne 2500 vas. Jó. És kacok ezt szerintem, akkor fasza lesz. Ne, mert, ja nem el. Motor. Motor, motorral megyünk. Nem van gyalog, mert megőrülsz. Jó, az kész. Oké, erre ráváltunk. Kár, hogy ilyenkor belső rédekbe el lehet menni, ez nem annyira jön bele nyomorú is fenébe. 30% csak az üzemanyag, azt az anyád úristen, hogy várja. Nem van kifogy, mert akkor meg tovább a motort hazáig. Remélem, hogy van üzemanyagom. Mint látom, tele van. Na, az, hogy neki mentem a fúnak, az fúldak, azt nem tetszik. Hoppá, ugye ki. Öcsém, ennek azért van lámpája, hallod? Menjünk. Menjünk az aszfalton. Nekik rövid gatya pulóver. Királyok vagyunk. Megyünk városba, bankba mindenképp benézzünk, egy hét helyre mindenképp benézzünk, bevásárló kocsit, mizéri, állj meg, Sanyi, állj meg. Miért ezt nézem? Van csőkulcsom, meg tudom ezt javítani? Nem nagyon, bazze, az lesz baj.
Remélem kibírja. Az faszol ezt, ha nem bírja ki, mi? Nagyon már nem van a város. Ilyenkor aztán nem látom semmit megnézni. Hogy jól érez magad. Balra van, hát azért mondom. Figyeljetek, csak a üzére, csak a bevásárlókocsikra megyünk rá. Azt akkor nem csesződik el. A gyalog ezután én nem megyek sehova, hát ez halál. De úgy eszi, hogy ez a jármű, mint valami ez zil. Körülbelül, zil motoros. 55 centi ez, hogy mennyi? 5000 vagy mennyi lesz? 5000-es motor van ebben biztos. Kicsit ki van kopva talára. Ennyi nem. Hajnali 5 van már, megyünk gyerekek. Itt meg hullák vannak szanaszét, láttad a úton? Lefele se vett gyorsabban, gyerekek. Milyen szorulnak a csapágyak? A kerék csapágyak? Vagy mi van már? Motorfékkel megyünk? Ez milyen röpsúlyos? Oha. Hát te szarves. Nem ütöm el, mert sérülünk. Menjen innen! Te. Hát faszállat. Fegyverkovács képességem javult. Javel izé, közben megy a biznisz. Kocsikat nem szedjük szét, nagyon nem adja a mechanikus gyerekek. De régebben ezek itt voltak ilyen sok autóra. Nincs emlékszek rá. Mindjárt városnál vagyunk ám. Letesszük a motor, de valami olyan helyre bazza, ahol meg is jegyzem, mert mindig azt csinálom, hogy lerakom valahol, azt sose találom meg. Mert lassan tölti be a textúrákat, azért vannak itt ilyen problémák, nagyon gyorsan haladunk. Nagyon megy a motor, gyerekek, megerett az eső, hát ez kellett nekem. Nem ám kiesek a grafikából, már kovarulok meg. Motor megy a Moger kerbe. Tötögyé, jaj! Jó, itt letesszük a mocit, jó? Megjegyezzük, úton van. Talán nem lopja senki. Nem multiplayer, tudom. Ez egy szaridő van. Na, ott a bank, kapásból. Ott a bevásárlóközpont, kapásból. Adjuk neki az érzésnek, gyerekek. Szerintem van sales hardfar, valahány nyílveszünk. Szépen, okosan írtjuk a dépet, és szerezzük a cuccost. Mert mi van? Itt még mindig izé van? Sátét van? Bemegyünk a bankba. Menj be a bankba. Forgószéget láttok, akkor szóljatok. Ott egy létre föl a tetőre. Itt a keeper már járt egy párszor. Ez jó, mert nem kell kiverni. Madászpuska. Madászpuska lőszert elviszem, madászpuskát nem viszem el. Jó, tudom, nem termelődik újra, behagyom, de most... Mondjuk egy éve, akkor szedjük szét, mi? Százkét képesség pontom a gyerekek, amit szétszedhetek, vagy azért... Elkölthetek. Olyan spórolós a kipet. Nincsen hely a gyártási sorba. Jó, maradjál már? Mert kell a szétszedni. Egy nyomorult nyílpuskára, nehogy álmodd a tervrajzát, gyerekek, ez a hely. De ez is meg volt már. Ilyenkor csak szintet nevel, tudod. Lesz nyílpuska, vagy nem lesz? Fogadjunk, nem lesz.
Röhely. Ez mi ez valami? Bug nálam? Hiba nálam? Na ez jó. Viszont ilyen izét azt tudnék csinálni, ilyen armor setet már hozzá olyat. Na jó, mert mindig növeli a képességemet. Nem volt. Úgyhogy ide megint érdemes volt begyűrni. Forgószék, semmi? Ott a forgószék. Ez jó, adja a mechanikus táp. Ez... Ó, de jó. De nagyon gyorsan romlik az állaga. Faszol, ez tökre megy. Mert van több nincs, jó. Na, ide megyünk újra, vagy új fent ide. Gyerekek, itt nem is jártam szerintem, na nézzük. Na, ott van a bevásárlókocsi. Az valamikor nincs semmi. Ide. Tetek répa, valamikor meg annyi minden van. Konzerv. Ilyen láttuk gyerekek. Ó, itt vannak a jözék. Rengeteg mechanikus alkatrész, csapjuk neki gyerekek, csak az a baj, tönkre megy a kulcsom, akkor megőrülök. Nem is tudom, mennyi kell hozzá az a valamihez. Valami felvonó, ugye? Az olyan néven megtalálom. Ez durva, hogy bevásárlókocsiban van mechanikus, autóban nincs. Ha megerősítő felvordom. 30 darab kell, 11 van, jó van. Hány van? 13. Megnézzük itt is a dolgokat. Kicsit kutakodunk, hát ha valamit találunk. Egy szelszábót bevernénk, hát ha lesz ott izé, kulcs. Itt azért szokott lenni. Jó. Nézzük itt is. Ó, de jó raktár. Itt van egy szép is. Az idegesít, hogy a csőkulcsom le van amortizálódva. Gondolom, ha otthon volt, akkor most nagyon utáltak, hogy nem hoztam. Figyelj, papírba azért megőrül. Na ez jó jött. Kutakodunk gyerekek, aztán valami csak lesz. Ilyen alkatrészeket én nem fogok kurcolni, ne haragudjatok. Automata nem érdekel, abban mi van, kosár? Jó. Ugye, ezekben mindig ilyen szarok szoktak lenni, papír vagy semmi. Meg sem nézem. Na, nézzük tovább, akkor megyünk végig, aztán valamit csak talál. Ez mi ez az épület? Na nézzük. Az mi az?
templom, és miért van szétverve az oldala? Ez mi az a hely? Kocsma? Bazza, beszarás. Ah, ott a túszos, ugye? Nem, fúdos. Mindegy. Ja, itt voltam egyszer a kocsmába szerintem. Ó, kávé. Az jó. Nem kell, nem kell. Stop tábla, tök jó. Ott volt a bak, ott volt a íze, jó. Csináljuk tovább. Menjünk a fúdoshoz, mert ott bevásárlókocsikat tudom azt szétszedni, de hát rá fogok cseszni a gyerekek. Nem tudom, nem, csinál, nem tudtam csinálni párat, hogy ott hol van-e. Milyen tönkre megy a kulcs? Van 23, az nem olyan rossz egyébként. Már lehet, hogy nem szedi szét. Jaj, adjad már jobban! Mindenféle üveg, konzerv, minden. Na! Ne vagyunk ide. Ezt még megpróbáljam bele? Szerintetek sikerült? Ja, most ment tönkre, és van 26 darab. Jó, az nem olyan rossz. Hát, hogy... Ez mi volt ez? Hát, ha találok valahol. Ilyen boltot nem szeretem, az ilyen kajásat igazából. Nem vagyok oda érte, de lehet, hogy a raktárat meg kéne nézni. És ilyeneket érte, annyira nem komálom most a kaját. Igazából ebben majdnem mindig csak az van. Hát jó van, oké, megeszem majd. Ezt nem viszem magam a büdös. De vannak olyanok, amik még nincsenek szétverve, azt megnézzük. Egy helyet nekem ne foglaljon egy darab, hogy a bazi. Még egy elfogyott. Hülye vagy? Szívesen. Ami esetleg van több, azt viszem magammal, más nem. Jó. Aha, itt van ez a, az a tábor. Ez oké. Okay. Várjátok, körül kéne nézni, most hol voltam? Ha, itt ebbe még nem voltam, ugye? Nem, itt ebbe. Megnézzük, ez milyen bolt, ez is valami bolt lesz. Nem is voltam. De érdekes, hogy egy bűnös zombi nincs most meg. Futsz, már megint futsz, utálom a futszot, nincs valami más. Na, ehhez köllött nekem a zombi téma, mi? Nézzük, ugye innen jöttünk be, és akkor itt mehetünk végig ezen a soron. Hát, ha találunk még valami dolgot. Tudom, merre, nem tudom merre menjek, itt ezen a szélen végig kell mennem. Az a baj, hogy itt lehetnek kutyák is, meg minden szart tudod. Itt az jó, már íjjal is marha jól lövök. Hé, hey, azért az átment rajt, most mi van? De mi van, bazd? Mi nézzünk hátra.
Örbi zombi. Örbi zombi, mi? Minél leugrálja? Na. Jó, oké. Körülnézzünk még. Hát, ha találok valami olyan boltot. Várjál csak! De itt van a mellettünk a izé, ugye? Ott van a izé, ott van az árus. Nem hoztunk magunk a pénzt? Nincs nálam pénz, nem? Miért mindig az imetővel nézem az inventory-t, hülye képő? Nincs nálam pénz, úgyhogy cseszhetem. Úgyhogy izét kéne keresni. Van olyan bolt, ugye, hogy... Hogy is hívjákos? Túlbolt, ott szokott lenni ilyen szerszám. Meg ott mechanikus is gyakrabban. Van hotel, ott a hotel. Körülnézünk gyerekek, jó? Bemegyünk a sűrűjébe. Itt is bevásárlókocsi például. De tuti. Túl volt kellene, túl. Túl felvásárlók. Ekkora épületek, nem? Tök jó meg vagyok csinálok. Hoppa! Az mi? Bazze, olyat nem is láttam még. Parkolóház, figyelj el! Parking, tök jó. Parking! Hűha. Haver! Mondd a anyukád, hogy ne járkálják én. És ne állj a szoba idegenekkel. Azért azért... Az ott is van benne, ha tesója ott van benne. Hazba. 762-es. Ezenek elő van szorogni a köcsögök. Minden jön csak kutya ne bazze. Mettő megy a kifele falnak. Ettől hülyét is egyébként, mert ezt nem lehet találni. Fejre. Éreztem, bazd meg. Jó komozzutunk ki, mi? Amint meghallottam, mondom, gyorsan elmozdulok. Oh! Ott kutya baszott, hallod? Hallod? Hat kutya volt. Komoly. Hat kutya nekem jött. És meg se sebesültem. Baszik, mennyi zombi hülye vagy? Mi ez? Bolondó vagytok gyerekek? Hát hagyjatok már engem békén. Hat kutyát, hallod? Leszpónolt nekem ide. Tekerheted a fejed, PJ Doberber. Hey, man, mi zavar, csóva a fejed, PJ. Head drop. Ezt a meg jöjjetek még 56-on bazzöv. Az igen, ez jó erőpte magát. Jó van, gyereke. Ejha. Azt mondtad a Massimovának, belekötöttél Massimovába? Jó, menjünk szerintem tovább, mert itt úgy látom, hogy nagyon izgulnak a keeperre.
Ja, ez jó volt, ez jó volt. Most ezt elég jól megoldottuk. Kicsit elkapott a hív, az elején lőtte szaratéje mindent. De legalább túléltük, gyerekek. Sőt, nem is sebződtem. Az a jó benne. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Lám az enyém, lám az enyém, sötét kék. Azt tudtátok, hogy a lámának a szeme is kék. A láma szeme, sötét kék. Na mondjál be, tudjátok. Tudom, nem így van. De most mit von itt mindenki, meg sikít, meg minden rosszabbat. Akarok egy boltot. Akarok. Ott van egy bolt, na. Van Mihály is. Nem olyan, hogy nem kaja bolt. Buk, buk bolt. Na, az is jó. Jöhetnek a receptek agyba főbe. Hú, remélem, hogy valami jó recept fogok kapni. This is receptet. Buk bolt, buk bolt. Jön a méhecske, bemegyünk a házba, szóval nem tud minket cseszegetni. Célibe megyünk. A bookboltba. Na, gyerekek. Nagyon gyorsan. Mindig olvasás, olvasás, olvas, olvasás. Jó, mert így... Van esély, hogy megkapom azt a nyomorult receptet, amit már mióta hajtok. Figyelj, meg nem fog, meg nem fog, egyszerűen nem adja. Tök durva, nem? Más bazza megkapja az első lampon, én meg nem kapom meg. Rakétavető volt. Papír, jó, ott rohadjon meg. Izét kellene. Inkább húzunk gyorsan innen, hogyha nincsen olyan recept. Ezt megyünk máshova. Szörszambót. Mit motorbicikli? Mi az? Már az összes receptet megtanultad? Vagy mit beszél? Láttad ezt? Ugye rendőr zombi ott maszkál kint. Az bejön, nekem végem van, mint a botnak. Hiszem, hogy akar be császkálni. Hello, tötő! Na most húzzunk ki meg. Jó, bocs gyerekek, szégyen a futás. Az, itt ketyeg mellettem egy másik zombi. Mi? A túló van itt újabb bar. Megint bug volt. Nem hiszem, mert nincs szerszambó, te... Mi van itt? Műveltségi vetélkedő? Ebben a városban. Meg ne ketyegjé, ne ketyegjé! Kidobta a időt. Töccsöt. Úgy látom, csak izék vannak, művelt emberek. Ez bookbolt, a másik. Ez mi lehet ez a nagy? Ez is az, megőrülök. Szerszámbolt nincs itt. Túl, legyen túl, vagy mit tudom, mi ez? Fegyverbolt. Hát, gyerekek. Megleshetjük. Fegyverbolt, az jó lehet. Tévedtem. Gyerekek, szétdarálok minden, úgy sem, mint Bandi. Ő mondta, hogy minden itt szétkukáz. Nem, hogy nem hülyeség.
Na nézzük. Na jó, sem végig futok akkor itt is mindenre, aztán biztos nem tudok semmi hasznosan. Így van. Na ki volt bondva? Na jó, mehetek ki. Azt mondom, hogy ezeket szétverem, akkor nem kapok belőle, úgyhogy ezt nem is kockáztatok meg. Kimegyek ugyanott, ahol bejöttem. Hát van egy csomó helyen minden, ami jó lenne nekem, ugye mechanikus, csak szerszámot annyi eszem volt, hogy nem hoztam. Merre vagyunk most? Ha innen indultunk, hát gyakorlatilag járom körbe az egészet. Na az ilyen a bolt, az ilyen alapterületű szerintem. Nagyon erre már nincsen. Ott sincs. Jó, hát mindegy, elmegyünk arra. Ezt körbejárunk, oké? Még hátra találunk valamit. Nagyon nálunk. Ez. Az mi? Autós volt? Skit... Ja, ez ilyen izé. Skit park, vagy mi az? Skate park. Ez egyszer jó. De itt nem hiszem, olyan túl sok minden van, de viszont mellette van egy autós bolt. Egy autószerelő műhely. Ott körülnézhetek. Meg az. Hátha. Nem tudom, hogy hol érdemes lenne. Hol kutakodjak itt? Gondoljátok, hogy itt valahol is műhelybe kéne, nem? Van egy műhely része külön. Itt ez. Ez talán jobb. Várjál, kis össze, hogy kigyírjuk. Szerintem ezek a lágyek, ezek nem nagyon foglalkoznak az emberrel. Jó, támadnak gondolom, de annyira... Az, hogy gyerekek itt rendet kell tenni, úgy látom. Húzlám le a fejed! A rendőr is ott rendetlenkedik. Gyorsan akkor nézelődjünk. Szóró tevihetem. De jó sok minden van ebben a műhelyben, a. Ez itt mellette mi kajálda? Aha. Kajáldában biztos nincs. Jó, körülnéztünk gyerekek, hát nagyon remélem, hogy ott hol maradt egy-kettő alkatrész, mechanikál, de szerintem maradt, és akkor be tudjuk fejezni ezt a dolgot. Jó, itt végigmegyek ezen a felén, hogyha lesz valami, akkor még benézünk, ha nem, ott látom, hogy valami, talán nem lesz. Akkor, meg már favágók is vannak, mert ugye favas terület, hal isten. Megyünk itt akkor keresztbe. Hogy voltunk, az volt a bukós elvileg, ugye? Aha. Kutya, bazd meg! Gyerekek, az a kurva nagy szerencsénk, hogy azért fel vagyunk készülve. Hét kutyát túlélünk. Ez nem rosszabb. Ilyen nagy városi zsiványok lettünk, úgy érzem. Jó, itt meg úgy látom, nincs semmi, visszamegyünk, azt megnézzük. Remélem, hogy van hozzá alkatrészem. Volt egy airdropunk, nem tudom hova esett. Ja, ott arra. De nincs messze, nem? Nincs a franc, hogy nem is meg vízbe dobta, jó, hagyjál. Hadjál rosszabb, hogy bedobja a vízbe, főleg olyan mélyre, amikor nem tudok értemelni. Na, ott van egy épület. Ott van egy bolt, jaj, remélem, hogy a túlos. 15. Jó, hogy el vagyunk ma különben, ez tetszik. Túlsz, végre túlsz, jaj, de jó, oké, nem bukos. Megnézzük gyerekek. Itt általában szokott lenni,
Kucsacska, kucsacska. Egy-két Rinaldót kinyírunk. Kicsit melegünk van. Ott a kutya, ott a kutya. És így a dög lesz meg buzik. Kapom a szintét. Hát ez. Gyere, ilyen magasságban, hogy könnyen fejbelőleg, haver. Őszintén, mi ez a sok zombi? Miért váltogatja, hogy néha egy senki nincs, valamikor meg egy csomó? Mondottam, hogy dög állat, azt föl kell. Nyugodjál már meg, barátom! Szóval ez a nyilvessző, tudom. Figyelj, nem hallom, hogy egyenesen. Gyere már ide, barátom! Megőrítesz. Na, bemehetek még a boltba? Boltba? Imádkozzatok! Jön egy hülye. Ha hagyj jöjjön. Jaj, jaj. Jaj, jaj. Ajaj, mondjuk szétszedem, mert igazából nekem sokkal jobban, minek tartsam meg, érted? De ide bemegyünk még. Már imádkozás van. Még elég nagy esély van rá. Egy mechanikus vagy valamit adjál. Fel kell nyomnom szerintem azt a skillemet, hogy ugye jó cuccokat kapjak. Hát ezt leviszem. Legközelebb, bármint a arra fogok rakni. Ó, 9 mechanikus, meg is vagyunk, gyerekek. Oké, és oké, ezt szétszedem. Itt akartam még szétszedni, ezt felrakom, ez pont jó jön. Megeszünk egy ilyet. Vagy kakaját, és akkor szétszedem ezt, és akkor mehetünk is, gyerekek. Meg vagyunk a mechanikussal. Na látjátok, ezért akartam ezt. Gondoltam, valami csak lesz. Jó, mehetünk is. Ó, rendőr zombi. Arra kell, ugye? Ha? A rendőrt azt itt vagyok. Oda nézi. Az ez engem lő. Ha mondom, kit lő ez a hülye. Vagy karingózva kell venni. Messze lő. Arra is lőtt utána. Várjál? Már arra. Jó van, oké. Tudjuk legalább hol van ez a rohadt izé is, szerszám volt is, hogyha esetleg majd olyat akarunk. De hát bank ugye az a legfontosabb, csak nem volt semmi a bankban. Itt lesz mindjárt elvileg a bank, ugye? Na jó. Na jó nagy ez a város. Legközepét még be sem jártam, de ott ahogy láttam csak ilyen épületek voltak már, mint ilyen romok. Ja, megyünk a motorért, megyünk haza, és akkor megépítjük ezt a csuda jó kis feljárót, és lerakjuk, ha már egyszer. Jó, jó van a kis rácok. Na, de jó hosszú lesz ez a rész. Bocsért, remélem nem baj. Na itt is voltunk, ugye ez volt a fegyverbót, ott volt a bank. Sajnos a bankban nem volt semmi értelmes, egyelőre ezért nem jártam a hullaházba, nem tudom elképzelni, hogy olyan sok minden érdekes lenne. Mit kéne enni a mocinak? Ott is van, mehetünk is vissza. Szuper, van egy kis kajánk is. Már elég jól lutolgattunk is, egyedül a izé még mindig nincs meg a nyílpuska. Kevrasz, ez tényleg nincs meg, vagy már... Vagy csak eltéveztem. Megyünk haza, gyerekek, jó? Mi az a Black Water? Megyünk az úton, aztán akkor szépen odaérünk. Ilyen jó, hogy van motorunk.
Meg le is jöhetek vásárolni is majd taphoz, ugye, mert van elég izajom is. Mani-mani is. Igen. Nem ment föl itt nagyon. Ennyi van, morja. Itt lenne a belső nézet, nem tudnék örülni különben. Olyan gáz az a külső, hogy hihetetlen. A karaktermodell ez nem valami szépen van megcsinálva, aztán emiatt egy kicsit olyan furcsa. Alig várom, megcsinálom azt a izét, azt az ajtót. Biztos jelenti, hogy 5 percig. De akkor le is rakom azt, megnézzük, hogy működik. Hát sose láttam olyat. De a lényeg, az első elegazás nem a jobbra menjek, nehogy elmegyek világ végére. Tenjenek föl. És az elsőnél jobbra, és akkor ott hol leszünk. Ahogy nem lehet autót csinálni. Én textúra betöltést próbálom, mert remélem, hogy ilyenkor nem tudsz kiesni a grafikából. Ennyire remélem nem problémás. Ugye van ez a load dolog, ugye ugye a távolabbi dolgokra rosszabb minőségű poligon rácsot és textúrákat, alacsonyabb felbontású textúrákat rak rá. És ugye az van még betöltődve, amíg van még, már ugye ezenek kell lennie a közeli dolgoknak. De hát annyira nem veszélyes. És itt meg az ember megállna egy percre, aztán már betöltődnek. Ránézek a térképre, gyerekek, nem megyek rossz vele. Én nem tudok ránézni, elköszárni motorról. Na. Úristen, de jól messze vagyunk. Ja, meg fát is kell vágni majd. Most a fákról jutott eszembe. Lehet, hogy azt kéne, hogy egy csomó fát vágok. Tehát az ember vágna mondjuk egy ilyen 15 ezer darabot, aztán akkor nem lenne gondja rá. Ilyenkor szerintem neki megyünk valami, meg amik még nincsenek betöltődve. Hát is no, én még szinten az anyjáról is megyünk. Hátba tudtam volna vágni az. Itt kell jobbra mennie. Móri. Majd nézzük, pihenünk egy, vagy megállunk egy percre, aztán akkor betöltődik a minden. Az objekteket szét tudom törni, majd neki mennék az üvegfalnak motorra áttörni. Nagyon kíváncsi lennék. Szerintem nem egyébként. Jaj! Erről beszéltem. Oké, srácok. Már jaj, ezért becsomagtartóban itt mi valami. Na nézzük akkor. Gyorsan kirakok egy-két dolgot, hogy legyen helyem. Mondjuk a kajákat kiszórom. Ezeket meg... Robbanok, nyílpuskat, lőszer. Mind szép és jó. Na mit kell még magamhoz venni, a rugót? Meg kell... Kell 2000 fa, gyerekek, gyorsan. Meg kovácsold vagy 100? Na várja akkor. Szóval. Jó, azt megcsinálja, gyorsan el vagyunk farvágni, jó? 2000 darab fa kell. Mindenképp meg akarom ezt a barészbe csinálni, ne szórakozza, várja, menjünk. Ja, el kellene ültetnem ugye a fákat, azt akkor nem kellene messze mennem. Na, ott voltak-e. Ültetjük majd a fákat. De jó, nincs eltörve a lábad, mi? Kipper, tudsz örülni? Dolgoknál. Húsz ütés, az megvan. 2000 darab.
Ezt a kovácsot vasat nem tudom mennyire fogja megcsinálni. Gyerekek, most vagyunk 2400 falra. Úgyhogy leggyorsan adunk le. Vagyunk 5000 fára, 5100 fárnál. Én tényleg azt kell, hogy ültetek majd rá egy csomót, azt akkor nem lesz rá gond. Kivágom egyszerre, lesz itt a 20000 fávaszt. Többet nem lesz rá gond. Mehetünk hazafelé. Mehetünk hazafelé. Nem lőttek még meg a izém? A beteménye sem? Ezt is meg kéne lesznem, gyerekek. Ó, dehogy nem, megnőtt, nem nőtt meg, vagy megnőtt? Oda nézzetek mennyi minden? Megnőtt, megnőtt a kávé is. Megnőtt ez is. Ó, király, nem tudom. Hónap reggel kertészkedünk gyorsan. És már nem állok neki, annak már megvadulok, annyi mindent kéne csinálni. Megerősítették, ezek meg lenne minden. Rugó megvan, kovácsolt vas, ha kovácsolt vas megvan, akkor megvan. Negyvenöt, még 3 perc, Jézus Máriám. Nincs iron ben? Nincs. Jó. Oké. Nincs üzem, nézzük. 9 van, hű, de jó sok. Benzines hordó. Ezt ugye majd szét tudom szedni. Van itt egy csomó. De lángoló benzines, ezt szét tudom szedni, lesz belőle esetleg egy benzinem. Mechanikus, jó vagy gyerekek. Ja, hány perc múlva készül el? 2,5. Nincs oda 2 perc, 50 másodperc. Nagyon szuper. Ezt újra akarom ültetni, de most azért akarok nekiállni, mert szeretném az egészet egyszer, és akkor egyszerre is nő meg. Akkor úgy lesz, hogy ez a fele az full lyukka, egész eddig. Az a fele akkor nekiállok ott kávét ültetni ezen a részen. Elég nagy, elég sok lesz majd. Jó lesz, jó lesz. Meg a hátsó felébe akkor aloét. És akkor elültetem az egészet, hogy fullal legyen, és utána már akkor a pluszot azt mindig el tudom rakni. Úgyhogy akkor lesz italom, meg lesz egy csomó kávé. Most sok kávét akarok termeszteni, mert akkor ugye az futkodáskor se fogy a staminám, hogyha megyek valahova. Mert igazából a futáskor még fogy. A később mondjuk sok értelme nem lesz, hogyha azt is kinemem, úgymond, akkor nem sok értelme lesz a staminát fenntartani, mert igazából már mindennel így elboldogul. Én azt akartam megnézni, hogy akkor ezeket a képességeket, hogy igazából jó cuccokat találjak. Az lenne jó. Ez a dugjáj meg, a kincsvadász, ez mi? Ez is megvan. Varázs, nézzük. Minőség. Uh-huh. Ez annyi, hogy a minősége jobb, ugye? Mi az a locsantó puska? Gyorskezű Edi. Gyorsabban, ez gyorsabban keres a tárolókban, ez megint nem érdekel. Gyűjtögetés. Loot időt meg a loot minőséget. Jobb minőségű tárgyak, de hát ezek nem érdekel. Ugye megnézegetem, jó, azt a... hogy... betonkeverés, fegyvermester... most... kitartás, növekedés... növeli a wellness-t, figyeled? Szükséges... atlétika...
10 ponttal szintenként, és nem, mi volt a jó? Igen, csökkenti éhség és wellness növekedés 11%-kal. Érdekes. Pontja egy 8. Mi az, hogy pontja egy 8? Mire raktam, ami 100 pontot emésztett fel, vagy mi volt az? Én ugye hiszem volt valami, mit tudom én, hány pontom, nem? És mi volt? Mi vitte el, bazza, ezt vissza kell néznem a videót. És komolyan ez elvitt annyit? Nem szórakozzá. Jó, nézzük már meg ezt. 100 megvan, jó. Oké, nézzük, 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 megerősített. Jó, 13 percig csinálja, jó van gyerekek, azt már hadd ne várjuk, meg onnan nézzél már more. Na jó van gyerekek, innen folytatjuk, marha hosszú lett így is a videó, köszönöm szépen a figyelmet, szereztük egy csomó mindent. Jó volt nekünk az, reggel kertészkedünk egy kicsit, közben meg lesz a felvonó, és... onnan folytatjuk, sziasztok!